Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Új hold a Bikában. 2024. május 8-án. Pozitív ez az új hold. Nagyon tetszik nekem. Na miért is? Bika, földjegy, az uralkodója, a Vénusz. A Vénusz maga a szépség, a Vénusz maga a pénz, és nem utolsó sorban a szerelem is. És most a Vénusz a Bikában van, tehát jól érzi magát, komfortosan érzi magát, szeret a Bikában lenni, természetesen hát az uralkodója, persze, hogy szereti a Bikákat. A Vénuszon kívül a Bikában van még a Nap, a Hold, és a Jupiter is a nagy szerencsének a bolygója, és az Uránusz is, aki maga a meglepetés, tehát itt a Jupiter és az Uránusz is bizony, hogy nagyon-nagyon támogatják ezt az új holdat. Én azt mondom, ez tényleg egy áldás, egy plusz áldás, hogy itt vannak velünk. Valami váratlanul megtörténhet. Váratlan, de ez jó dolog, pozitív dolog, meglepetés, ajándék, valamilyen fordulat, de aminek örülni fogunk. Ami nekem itt még nagyon tetszik, ugye ha erről a stéliumról beszélünk, Nap, Hold, Jupiter, Uranus, Vénusz, hogy nyitja ezt a stéliumot egyébként a Plutó, és a Plutó is a nagy pénz. Zárja viszont a Jupiter, maga a bőség. Középen viszont található a Neptunusz. A Neptunusz az álmaink, a vágyaink, tehát teljesülhet egy álmunk, egy vágyunk. Az új hold új energia, tehát nagyon jó itt valamit elkezdeni, valamit elindítani, valamibe belevágni. Főleg, ha az olyan terület, mint például pénzügyek, vagy művészet, vagy természet, ha itt valamit elkezdünk most újholdkor, egyébként újholdnak az energiáját 2 hétig érezhetjük, 2 hétig tarthat, vagy akár 1 hónapig. Tehát, ha itt valamit elkezdünk, akkor az eredményt megkaphatjuk, 6 hónap múlva. Láthatjuk az eredményt 6 hónap múlva. Nagyon jó energiák vannak itt. Tehát annyira klassz energiákkal dolgozhatunk, hogy tényleg, amit most elindítunk, vagy amiben belevágunk, vagy ami elkezdődik, az sikeres lesz. Tehát ritka az ilyen bolygóállás, az ilyen szerencsés bolygóállás. Most is érdemes 3 darab kirakást nézni, a napjegyet, az aszcendenst, és természetesen a holdjegyet is. Nyilas, 6-os házat kaptak a nyilasok. Ez viszont a munka. Ez viszont a kötelesség, ez viszont az egészség és a betegség ide tartozik. A Vénusz viszont maga az egészség, tehát jó egészséget ad a Vénusz, gyógyulást adhat a Vénusz természetesen. A házi állatok is ide tartoznak, tehát ezen a területen lehet valamilyen meglepetés, valamilyen váratlan lehetőség. Ajándék. 10-es csodálatos kártya és pénzes kártya, és ez az új volt, nagyon-nagyon pénzes, 10-es, ez maga az élvezet. Az aranyeső, a pénzeső. Vagy egy jó munkahelyet találunk, vagy megkapjuk azt a prémiumot, vagy... Ez lehet családi vállalkozás is, de az biztos, hogy pénz áll a házhoz. Nagyon pozitív kártya, a család kártyája is, és ez is. A ti kártyátok
a mértékletesség, a nyugalom, a béke, a harmónia beköltözik az otthonunkba. És erre is kell törekedni, a békére, a nyugalomra. Ez egy védőkártya, ez maga a mennyország kapuja. Egyszerűen jókor, jó helyen, jó időben leszünk, mert maga az univerzum keze beleavatkozik a sorsunkba. Tehát ezek ilyen Jolly Jokeren. Ez egy nagy jackpot. Fantasztikus. Fantasztikus kártyák. A védő angyalt megkaptuk. És még egy tízes. Elérjük a célunkat. Ez a kártya, de tűz energia, a ti energiátok, csodálatos. Van pénz is, ugye föld energia. Most dominál a föld energia, hiszen újhold a bikában. A bika földjegy. Hát itt is hasonló, ugye? Tehát ez is hasonló, mint a bika. Ez az állatka. Egyébként a házi állatok is ide tartoznak. Lehet, hogy tényleg valaki kap egy házi állatkát. Nos, mit is akarok mondani? A lényeg, hogy ez a kártya azt üzeni nekünk, hogy majdnem a célban vagyunk. Még egy picike maradt, még egy picikét küzdeni kell, még egy picikét bírni kell ezeket a terheket, de már nem maradt sok. Mind a kettő kártya nekünk azt üzeni, hogy érdemes volt dolgozni. Megkapjuk azt a pénzt, megkapjuk azt a jutalmat, és ez a kártya azt üzeni neki, hogy nyugalom, minden rendben lesz, minden tökéletes lesz. Húzunk még egyet. Kettes, és ez is tűz energia, ez is a ti energiátok. A tervek ide tartoznak. Valamit itt már elértünk, lehet látni, hogy a kezében tartja erősen az egyik botot ez a hölgy. Tehát ez az, amit ő már elért. De még valamit el akar érni. De ez jó, hát hiszen élünk, nem áll meg az élet. Valamit elértünk, új terveket érdemes új célokat kitűzni érdemes, és valamit elérni. Itt van ez a gömb, a világ előttünk van, tárva van egyszerűen. Hát ha valamikor, akkor most tényleg érdemes valamit elkezdeni. Mindenkinek. A bolygók állása egyszerűen zseniális. Ez lehet szerelem is, mert a tűz energia az maga a szenvedély, és a kártya pakli alján a szerelem, a szerelmesek, és a Vénusz is maga a szerelem. Így van. A kettes a választás, a szerelmesek a döntés. Egy fontos döntés lehet itt. Lehet. Miért is nem? Jól fogunk dönteni. Megyünk tovább. A zöld boszorkány mit mond nekünk? Kettő kártya akar jönni, akkor megnézzük. 14-es. Ugyanaz a kártya, a ti kártyátok. Ugyanaz. Kettő darab 14-est kaptunk. A 14-es szám fontos lehet. Lehet valaki a 14-es tételt fogja kihúzni. Figyelem, a 14-es fontos. Mind a kettő kártya, a mértékletesség, a kiegyenlítődés, mind a kettő kártya, a védőkártya. Egy kártya, ha kétszer jön ki, akkor ez egy nagyon fontos jel. Figyelem, hátra lehet dőlni, minden rendben lesz. Ha netán van, vagy lesz valamilyen probléma, valamilyen nehézség, ez a tízes, ez mutathat valamilyen akadályt, hogy van azon az úton valamilyen nehézség, de nem adjuk fel.
Nem is érdemes nehézségnek felfogni, hanem még egy feladatnak inkább, még egy feladat, amit meg kell oldani, kész, és ott leszek a célban. Tehát zseniális kártyákat kaptunk. A mennyország kapuját megkaptuk. A védőkártyákat. És duplán lehet egy olyan helyzet, amikor tényleg az univerzum beleavatkozik a sorsunkba, és jókor jó helyen leszünk. Nem szabad elszalasztani ezeket a lehetőségeket. De megnézem ezt a kártyát is, mert ez is valamiért jönni akart. Királynő, tessék, érmék! Az egyik legcsodálatosabb pénzes kártya, tehát pénz lesz. Értékek lesznek, valamilyen értékes ajándékot kaphatunk, de ezek lehetőségek. Vagy egy ilyen királynő segít nekünk, adhat egy tanácsot, vagy tényleg pénzzel kisegít. Nagyon gyakran bika, szűz vagy bak lehet. De pénz az van. Anyagi lehetőségek, ez lehet egy új munkahely. Amit el kell ezt fogadni. A fekete macskák mit mondanak nekünk? Na nézzük, itt is kettő kártya jön. Hát akkor legyen kettő. Zseniális. Zseniális. Az uralkodó nő, a Vénusz kártyája, a szépség, a komfort, a finomság, a bőség, a pénz, az anyasság, a gyermekáldás. Zseniális kártya, zseniális, ez a jó egészség. És itt van a királynő, a kejhek királynője. Hát ő is maga az anyasság, maga az intuíció. A kejhek királynő is maga az ajándék, az öröm. Ő lehet egyébként vagy rák, vagy halak, vagy skorpió, van-e ilyen személy a környezetünkben, lehet ő az édesanyánk, lehet a testvérünk, lehet a barátnőnk, de ő a mi lelki támaszunk, orvos is lehet, pszichológus is lehet, nagyon gondoskodó. Mind a kettő gondoskodó, mind a kettő maga az anyaság, maga az anya, maga az uralkodó nő, maga az anya természet. És tényleg most nagyon jó ilyen dologba belevágni, ami a Vénuszhoz kapcsolódik, a finomság, a szépség, a természet, a pénz. Sikeres lesz. Lehet egy ilyen vállalkozást is elindítani. Vagy egyszerűen elmenni a vízhez, és kikapcsolódni, élvezni az életet. Legalább azt a bizonyos pillanatot, kettő darab királynő és egy uralkodó nő. Zseniális kártyák. Fantasztikus kirakás, talán ez a legjobb. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!